Káté Gyula, az MTK junior világbajnoka 2001-ben nyerte el ezt a címet. Káté és egy hosszú kihagyás után jött vissza remek formában. Ellenfele a ragyogó képességű török Aydin Selcuk, aki korábban a mi Dudás Tibinket verte ki 34-17-es pontozással, és egy cseh fiú Pavel Duda ellen győzött tulajdonképpen technikai KO-val, döntő fölénnyel. Annyit kell még a török fiúról tudni, hogy a Permi Európa bajnokságon bronzérmes volt, hihetetlen egyéniség, fantasztikus önbizalma van. Ő is tulajdonképpen verekedő, mint KT. Kérdés, hogy ki jön ki ebből jobban majd. Húha, itt kegyelmet nem kérő és nem adó versenyzőkről van szó, akiknek eszük ágában sincs egy lépést sem hátralépni. Mind a kettő támadni és ütni akar. A török mindent bevet annak érdekében, hogy megfélemlítse szó szerint az ellenfeleit, és ez már a meccs előtti mosolygásokkal nyomatékosítja. Ajtai rászólt a törökre, meg kinyújtogatta a nyelvét. Ez is hozzátartozik a megfélemlítés? Minden. Ahogy kezdi a meccseit, általában imádkozni szokott a mérkőzései előtt, elfordul többször az ellenfele elől, aztán utána ritmust vált és fantasztikus ütéssorozatokat helyez el. Ugye nagyon kell rá vigyázni. Rettenetesen dörzsölt, ravasz és nagyon képzett öklöző. Óriási dolog lenne, ha Gyuszi le tudná győzni. És Káti tulajdonképpen nagyon okosan kezd. Inkább másod szándékból üt, nem megy minden áron előre, az élet veszélyes lenne. Jól is védi magát Káté. Selcuk az előző mérkőzésén szinte minden ütésfajtát bemutatott, igazi bemutató, szó szerint bemutató, showműsor volt ez. Óriási tapsal a végén. Az egyik legnagyobb egyénisége a Bocskainak, de én azt mondom, hogy őt is meg lehet verni, mint mindenkit. Na mit szűrt le Dőri Miklós az első menet után? Az első menet az egy igazi fighter bunyó volt, tehát ezek azok a versenyzők, akik nem úgy kezdenek, mint a taktikus vívó versenyzők, akik most már a hátra lévő három menet során. Melyik az a fiú, aki hamarabb elfogy kondicionálisan, mert akkor az ő javára nem dőlhet el a meccs. És folytatódik is a pofon fesztivál. Úgy ütnek a fiúk, mintha ezért kapnák a pénzt. Nem akarja egyik sem átadni a másiknak a hatalmat. Egyik sem akarja engedni, hogy a másik támadjon, mert tudják, hogy az a versenyző talál ezen a meccsen, aki előre megy. Csak hát a helyzet az, hogyha valaki előre megy, akkor abból ütni is kell. Nem fér be a jobb felütés szerencsére, igaz a jobb egyenes sem Kátétól. Nagyon gyors a török, rendkívül mozog, nagyon jól dukingol, és mondom, minden ütésfajtát klasszis módon helyez el. Mélyet ütött most, szerintem Selcuk. Igen, azt nagyon jól láttad, úgyhogy még Ajtai Péter mérkőzésvezető is meghalotta, és azért azonnal szólt a mély ütésről. Ajtai Pétert ugye nem kell bemutatni külön, a magyar bírói kar egyik vezető személyisége. De azt az itt mondjuk már el, hogy ebben az esztendőben Dőri Miklós választották az év legjobb magyar ökölvívó bírójává, úgyhogy ezután is én gratulálok neked. Na azért tévedés nehézség, ez a professzionisták között volt, tehát nem itt az amatőrök között, ez egy egész más világ. De hát ez a megtiszteltetés ért már az amatőrök között is. Volt arra a precedens, igen. Szerencsére itt most nincs szükség bírói beavatkozásra, mert amellett, hogy rendkívül nagy az iram, viszonylag tiszta a meccs. Hát nagyon nehéz ebből kikámoznia szerintem a pontozó bírónak is, hogy éppen kit nyomjanak, vagy kit ne nyomjanak. Hopp. Ezt nem szabad csinálni, ész nélkül előre menni, fejlés is lett belőle. Csak azt még nem adott jelet. Nem, azt mutatta, hogy beszél. Hát nem tudom, milyen nyelven beszél a török, és Ajtai Péter azért szólt neki, hogy beszél. Gondolom törökül, és folyamatosan beszél. Oldani a dolgát. Nagyon-nagyon fontos kérdés az, hogy a következőkben mennyire tud kondicionálisan és idegileg fejben együtt maradni Káté Gyula. Az biztos, hogy fizikálisan legalább olyan jó, mint a török. Itt az a lényeg, hogy tiszta maradjon fejbe is Káté. És tud, és igen, talál, és üt, és talál. Jobb egyenes balharog, ez az ő bokszám.
No cirkusz, azt mondja a vezetőbíró, hogy ez nem cirkusz, kérem szépen. Igen, mert mindent megcsinál a török. Dumál, nyelvet öltöget, kacsingat, bóckodik. Na most ezt általában kinyugba teszik a versenyzők, amikor nem úgy megy nekik a bunyó, ahogy szeretnék. Így van, és be is fért megint egy bal jobb kombináció. Ez egy pótcselekvés. Egyébként Tajtai Péternek teljesen igaza van ebben, mert nem szabad beengedni ezt a szorítóba az ellenfél zrikálását. Igen, most Káténak szól fogás, és szóval nem szabad az ellenfél zrikálását és bosszantását megengedni a szorítóban. Egészen furcsa mozdulatokat tesz néha, testcseleket és trükköket a török. És a török rájött arra, hogy kérem szépen, itt komoly ellenfélnel van dolgom, még esetleg gond is lehet ebből, és Káté Gyula nem hajlandó tudomásul venni, hogy ez a fiú már állt a dobogon kontinentális versenyen. Ő ezzel a bocskai versenyt ne akarja nyerni, és vissza akar kerülni úgy a válogatotthoz, hogy számoljanak vele a következő világversenyeken. Remek erőnléti állapotban van Káté. Nagyon jó munka folyik az MTK-ban, és hosszú távra kötelezte el magát az MTK-val. Az olimpiáig biztos, hogy kitart a kékfehéreknél Káté. Akinek mondom, volt egy nagyon rossz éve. Nagyon szép jobbkezest ütött megint, és én azt mondom, hogy egyenlőre Káté az, aki vezet. Nagyon szép jobb egyenes balhorog, és újra egy balhorog. És akkor, amikor a török visszatámadnak, akkor nagyon szépen lepedi magát kettős fedezékben. Hallal most eltalálja, nehogy visszaüssön, ez iszonyatosan nagy hajtás Káténak. Én azt mondom, hogy eddig ezt a menetet egyértelműen ő irányította. Káté felvette a meccs ritmusát. Káté felvette a ritmust, a Káté nem engedi kibontakozni a nála technikásabb Selcukot. Selcuk egyértelműen a verseny. Úgyhogy ha a török nem a saját ökölvívását mutatja, hanem a technikás boxot, akkor nincs esélye. És azt mondom, ne haragudj, azt mondom most a mérkőzésnek ebben a fázisában, hogyha a török nem tudja megütni, leütni Kátét, akkor Káté nyer. Egészen más meccse volt az előző a töröknek, ahol tudott a közönségnek is játszani, mert volt tere rá, volt területe. Itt abszolút erről nincs szó, folyamatosan ott van rajta. Se területe, se levegője, se lehetőség, egyszerűen lesarabolja Káté a fiút. Megy előre, üt mind a két kézzel, alá, fölé, egyenest horgott. Nem tud egyáltalán nem tud kibontakozni a török. Igen, és most gondolkodik is Káté, ami nem mindig volt rá jellemző. Igazi erőbox, igazi fighterbox, amit ő bemutat. Nem sok van hátra, ezt a meccset meg lehet nyerni, és akkor egy nemzetközileg is számottevő eredményt ér el Káté Gyula. Ajtai Péter is azért közben elmosolyintja magát, hogy szerepel. A törökkel van elfoglalva. Egy biztos, hogy Káté szépen lassan felőrölte a török ellenállását, és most már csak a küzdelem hevessége dominál a ringben. Ebből pedig olyan nagyon rosszul nem jöhet ki belőle Gyula. Elfáradt. És megjött a közönség hangja, és a debreceni közönség biztatja az MTK-s fiút, a magyar fiút. Nagyon nagy teljesítmény nyújtott Káté Gyula. Ugye megdicsértük őt az országos bajnokságon is, ahol tudást fantasztikus mérkőzésen verte meg, és most is meg kell dicsérni. Meg kell dicsérni. Pazar ötlözés. És fantasztikus a magyar fiú is. Pontozási aránya 27. 27-13. Annyi. Kétszer annyi pont. Török szerint ő nyert. Jól van! Van igazság a földön. Ha nem is KO-t.